És köszöntöm is a stúdióban Bencsik Jánost, a Fidesz országgyűlési képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Áprilisban 110 képviselő szavazta meg a parlamentben a földtörvény módosítását. Most az Alkotmánybíróság döntése után közülük megkövette önt bárki? Mondott esetleg bármelyik képviselőtársa önnek valamit? Azért a politikai döntéshozásban és a parlamenti működési rendben nem arról szólnak a mindennapok, hogy megkövessük egymást a különböző szavazatokért, a szavazásokért, esetleg a későbbi törvénymódosításokból fakadó következményekért, akár negatív, vagy akár pozitív irányú. Azért ez ugyanolyan munkahely, mint bármelyik másik munkahely, jönnek, mennek egymás mellett az emberek. Persze, amikor minősített helyzet van, és születik egy ilyen jellegű döntés, mint amit az Alkotmánybíróság most meghozott a tegnapi napon, akkor azért egy-egy percre vagy egy fél percre megállnak. Tehát kapott válveregetést, hogy János igazad volt? Volt az is, volt akinek a mosolya nem volt őszinte. Tehát ez politika. Tehát ez így rendben van. Annak idején 300 ezer forintra büntették, amikor kiszavazott a frakcióból. Még 3 év van a ciklusból. Mennyi pénzt tett félre ilyen célra? Én azt gondolom, hogy ez az, ami nem igazán érdekli az embereket. Inkább az érdekli, hogy amikor döntéseket hozunk, akkor milyen szakmai, szakpolitikai értékrend mentén helyezkedünk arra az álláspontra, én személyesen is, és amivel megbíznak, akkor mint képviselő, erről. Azt teljesíteme. Az igazság szabaddá tesz, ha ki is mondjuk ezt, ezzel a kicsavart orwelli kommenttel osztotta meg a Facebookon az Alkotmánybíróság döntéséről szóló cikket. Mit ért igazság alatt? Én sokkal inkább kereszténydemokratának mondanám, mint Orwellinek, hiszen maga a kereszténység alapítója Jézus is azt mondta, hogy ne féljetek, mert ami félelemből születik, az értéktelen. Ami viszont szabadságból, szeretetből, odafigyelésből, részvétből, szolidaritásból, az meg értékes, az teremtő erővel bír. Tehát ez a győzelem, ami született a tegnapi nap során, az Alkotmánybíróság döntésének következtében, ez nagyon nagy értékkel bír. Mert nagyon sokan voltak civil szervezeteknél főállásban dolgozó természetvédők, nagyon sok önkéntes aktivista, tehát ide lehet sorolni a állampolgári jogok szószólójának a helyettesét, de magát a köztársasági elnököt, a köztársasági elnöknek a munkatársait, akik természetvédelemmel foglalkoznak, és hát az Alkotmánybíróságot is. Ez egy közös győzelem, kettős győzelem, tegyük hozzá. Az egyik az, hogy az eddigi nemzeti parkok által kezelt természetvédelmi területek visszasorolására nem kerül sor. Tehát nem a gazdasági haszonszerzés lesz innentől kezdve az első rendű szempont, hanem továbbra is a természetvédelmi szintnek a fenntartása. Emellett persze venni kell annak a hasznát is, hiszen közjószágról van szó. Hát ha lehet hasznot termelni vele, akkor kell is. De tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy van egy alaptörvényünk, amely alaptörvény nagyon fontos értékeket határoz meg, amelyeknek a megőrzése, illetve a törvényhozásban történő érvényre juttatása az eminens kötelezettsége a törvényhozásnak. És hát erre mutatott rá az Alkotmánybíróság is. De önnek alapvetően mi volt a problémája azzal, hogy a nemzeti parkok védett földjei a nemzeti földalap kezelőhöz kerültek volna? Én magam is azon az állásponton vagyok, hogy maga az állam és az államot megtestesítő kormányzat rendelkezik azzal a szabadsággal és azzal a jogosítvánnyal, hogy saját maga döntsön az állami tulajdonban lévő földek vagyonkezelésének módjáról, hogy milyen szervezeti keretek között végzi. De a kormányzat nem teheti meg azt, hogy természetvédelmi oltalom alatt álló földek esetében nem gondoskodik arról, hogy hozzáértő, fölkészült, szakképzettséggel rendelkező emberek tegyék ezt meg, és ne a puszta tőke érdek, tehát a pénzügyi gazdasági érdek legyen a meghatározó, hanem elsősorban a közös érdek, a természeti védettségnek a fenntartása, mert ez fontos a közösség számára, fontos a városi emberek számára, hogy azok a beruházások, azok a befektetések, amelyeket az elmúlt években Európai Uniós forrásokból megvalósítottunk, látogatóközpontokat hoztunk létre, turisztikai attrakciófejlesztésekre került sor, amit imádnak a gyerekek,
a családok, a kisgyermekes családok ezért vándorolnak, zarándokolnak az ország nemzeti parkjaiba, mert szeretnék a maga természetes állapotában látni a Kárpát hazának-e aranyos szegelleteit. Kérdés az, hogy mi lesz most az Alkotmánybíróság döntése után. Ugye Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, hogy majd a földtörvény átalakításánál figyelembe veszik az Alkotmánybíróság döntését, véleményét. Az ellenzék viszont újabb trükközéstől tart ön. Hát, hogy mit nevezünk trükközésnek? Én a kormányzat helyében most nem nyúlnék hozzá érdemben ehhez a kérdéshez. A kormánynak lehetősége van arra, hogy most is a saját elképzelése, értékrendje szerinti vagyonkezelői szabályzatokat érvényesítsen a különböző állami szervezeteken keresztül, akár a nemzeti parkokon keresztül is, mint az állami földek vagyonkezelőjén keresztül. Tehát odaadja azt a birtokpolitikai elvrendszert, illetve gyakorlati szempontrendszert, ami alapján lehet végezni a hasznosítást, akár a bérbeadást is. És azt számon kell kérni. A másik megoldás az, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kerül átalakításra úgy, hogy ott legyen egy olyan szervezetrendszer, vagy egy olyan szervezeti egység, amelyben szakképzett természetvédők teljesítenek szolgálatot. És ők ott a Nemzeti Földalapkezelőnél érvényesítik az alaptörvénynek az előírását, elvárásait, miszerint első a természetvédelmi szintnek a fönntartása, és másodszorban szedjük a hasznát, a gazdasági hasznát annak a földességnek. Orbán Viktor miniszterelnök pénteki 5 év értékelő beszédében mondta azt, hogy mostantól az erő helyett a figyelem lesz a kormányzás középpontjában, de vajon ez a figyelem most a földtörvény módosításával kapcsolatban érezhető lesz-e ön szerint a civil szervezetekkel, az ellenzéki pártok képviselőivel, a törvényt ellenzőkkel majd egyeztete a kormány, hogy mi legyen a jó megoldás, akár önnel is, hiszen ön is most több verziót felsorolt. Nézze, vannak dolgok, amit megérzek. Én is régóta 27 esztendeje a politikában vagyok, közszolgálati feladatokat teljesítek, tehát vannak dolgok, amiket megérzek, de én nem veszem 27 év után sem magamnak azt a bátorságot, hogy a kollégáknak, a pályatársaknak a fejébe kutakodjak, hogy miről mit gondolnak. Ez a politológusoknak a dolga. De feltételezem, van elképzelése, hogy szerintem mi lenne a helyes. Szerintem itt az lenne a helyes, hogyha elkezdődne valóban egy párbeszéd, egy értelmes párbeszéd, szakmai egyeztetés. Különösképpen a miniszterelnök úr pénteki 5 év értékelőjét követően, ami szerintem egy fordulópont lehet a polgári értékrendet magáénak valló politikai közösségnek az életében. Bátor lépés volt, 19-re lapot húzott a miniszterelnök úr, tehát világos ebben a jelenlegi politikai társadalmi légkörben, hogyha más kezében 20-at érő lapok vannak, akkor, és az övében 19, vagy a mi kezünkben 19, akkor csak akkor lehet nyerni, hogyha lapot húzunk, és ennek megvan a kockázata. Itt viszont nem olyan nagy a kockázat. Az erő mellett, az erőmutatása mellett, hogy Magyarország erős, erősödő ország, társadalom irányába való nagyobb odafigyelésnek a szükségességéről beszélt. Arról is volt szó, hogy nem mindent úgy csináltunk, mint ahogy kellett volna, követett el hibákat a kormányzat, talán egyet vagy kettőt meg is említett ebből. Na, de tartalmilag mit fog jelenteni az, hogy a figyelem időszaka következik? Ez a nagy kérdés. Tehát az elkövetkezendő hónapokban ezt kell mindannyiunknak figyelni, és ebben kell segítséget nyújtani nekem is, mint kormánypárti képviselőnek, hogy a tartalmi része is álljon föl. Tehát az, amit most a miniszterelnök úr kommunikációban meghirdetett, az verjen gyökeret a kormányzati politikába, sőt, tovább megyek, hogyha nem mindenki tudja magáévá tenni ezt az alapelvet, ezt az értéket, a másik irányába való odafordulást, az emberek meghallgatását, a közöttük való tartamos időzést, mert ugye az kell, oda kell menni az emberek közé, és kell hallani, hogy miről beszélnek, és milyen elvárásaik, vagy egyszerű vágyaik, törekvéseik vannak. Ha vannak olyan emberek, akik erre nem tudnak odafigyelni a kormányzat környékén, akkor a miniszterelnök úrnak
ezekben a helyzetekben is felelős döntéseket kell hoznia. És ön kit menesztene, kiket menesztene? Ugye már januárban azt mondta a 22 pontjában, hogy tartalmi stílusbeli és személyi változásra van szükség. Orbán Viktor pedig a Napi Gazdaságnak ma úgy nyilatkozott, hogy értékelik majd a kormány munkáját, miniszter cserét nem tervez, de államtitkári szinten lehet, hogy lesz változás. Akkor egy újabb találkozási pont. Ugye először jött az, hogy a polgári érték iránt egyre nagyobb fogékonyságot mutat a kormányzat, valamikor február-márciusban ugye erről volt szó, hogy akkor ismételten polgári berendezkedést kell megvalósítani Magyarországon, ez lesz a kormány elsődleges célja, ez fontos dolog, stílusban kell változtatni, ez egy nagyon fontos dolog, pénteken kimondásra került, és most az is megfogalmazásra került ezek szerint a Napi Gazdaságban, hogy személyi konzekvenciára is szükség van. Mégis ön... De nem az én felelősségem, de mégis hanem az, a miniszterelnök ahogy úrnak ön fogalmazott, a közjót szolgáló kormányzati munka útjába ön szerint kik állnak? Nem az én hatáskörön, nem az én felelősségi körön. Én nem látok bele a miniszterelnök úr, a miniszterei, illetve az államtitkárok közötti viszonyrendszerbe, a belső egyeztetési mechanizmusba, bár ugyan voltam államtitkár az előző kormányzati ciklusban, de éppen azért, mert akkor szakmai, szakpolitikai kérdésekben én nem tartottam magam alkalmasnak arra, hogy azt a politikai elvárást szakmailag fel tudjam öltöztetni, és működőképes rendszer tudja kialakítani a saját szakterületemen. Ezért, mivel én az alacsonyabb polcon helyezkedtem el a kormányzati fölállásban, akkor azt a döntést hoztam, hogy köszönöm szépen, átadom a helyemet olyannak, aki alkalmasabb ezen a területen. Ha már itt tartunk, ugye ez 2011-ben volt, amikor távozott az államtitkári posztjáról, ahogy ön is mondta, azóta milyen a viszony a Lázár Jánossal, akkor azért voltak elég kemény csörtéik. Miniszter úrral akkoriban sem volt túlságosan szoros kapcsolatunk, most sem mondhatom azt, hogy napi szintű összejárók vagyunk, mindenkinek megvan a maga feladata. Én alapvetően egyéni országgyűlési képviselő vagyok a Tatabánya-Tatai választókerületben, perspektívikus a térség, én azt mondom, hogy szépen fejlődik, békét tudtunk teremteni baloldali, jobboldali beállítottságú szavazók között. Talán ennek is köszönhető az, hogy mindig évről évre előre tudunk lépni. Vannak szakpolitikai kérdések, amelyekben továbbra is részt veszek. Számomra elég tétel volt az elmúlt napokban, talán az elmúlt héten a kormány elfogadta azt a második nemzeti éghajlatváltozási stratégiát, amelyet még 2013 karácsonyára fejeztünk be a Magyar Földtani és Geofizikai Intézeten belül, ott voltam igazgató helyettes, széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően, és megy az országgyűlés elé, ami, hát mert hogy az időnek nem mennyisége van, hanem minősége van, az nem eltelik, hanem elérkezik. És most érkezett el az ideje, hogy ebből közpolitika legyen, kormányzati politika legyen, persze ehhez megint csak kellett a köztársasági elnök úrnak az éles látása, aki sokat utazik, nemzetközi kapcsolatokat építi, látja a trendeket, mire kell odafigyelni, hogyan kell beilleszkedni az országnak ebbe a nemzetközi együttműködésbe, a nemzeti érdekek érvényre juttatása mellett, és elérkezett az idő, hogy egy ilyen szakmai keretrendszer, amely a általam vezetett műhelyből került ki, az mégiscsak érvényre tud jutni. Tehát én nem vagyok elégedetlen, időközönként úgy tűnik, mintha izgága lennék, de én azt mondom, hogy elég nyugodt habitusú képviselő vagyok. Képviselő úr, köszönjük szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, várjuk köszönöm. Legközelebb is. Köszönöm szépen.